Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, kérem, hogy emelkedjünk föl a helyünkről, és fogadjuk az igei köszöntést is. Kegyelem, irgalom és békesség nekünk Istentől, a mennyei atyától, a szent fiútól, Jézustól, a megváltótól, a megelevenítő Szentlélek közösségében. Amen. Tessenek kikeresni a 19. Zsoltárt, 19. Zsoltárunkat, énekeljük annak első versével. Ez egy szép, dicsőítő Zsoltár, első versét énekeljük, tehát fennállva. Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét, így kezdődik. Foglaljuk el helyünket és keressük ki a 294. számú dicséretünket. A 294-es éneket énekeljük továbbiakban, mind a három vers szakát, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, 294-es számú énekünk így kezdődik. Amit éltem,
hogy te vezesd, s az a hívó szavad várom. Jézus végasságom. Elhitatos együttlétünknek, Isten tiszteletünknek, elcsendesedésünknek megáldása az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket, az ő dicsőségére, mindannyiunk áldására. Amen. Pál apostolnak Filippi beliekhez írott leveléből, a 3. fejezetből fogom olvasni a 4. verstől a 14. versig megírt ige szakaszt. Ez tehát az első igénk, amit ma hallunk a Szentírásból. Nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. A minden kegyelem Istenet egy áldotta és szentelje meg a mi szíveinkben a hallott igének minden gondolatát, tanítását, útmutatását, cselekedje, hogy ne csupán hallgatói, hanem megtartói lehessünk ennek az igének. Kérem, hogy magunkat megalázva, elcsendesedve, fejünket meghajtva, közösen imádkozzunk is ezért. Hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, elhívásodnak, szent kiválasztásodnak, áldott és drága jeleiért és jegyeiért mondunk most köszönetet, hiszen ebből a város részből most mi kaptuk meg azt a hívogatást, ami az üdvösség útjára felébreszt és átvezet abból az állapotból, amiben egyébként nélküled lennénk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, de megvalljuk neked őszintén, hogy nem egyedül vagyunk itt. Itt vannak velünk a mi szeretteink, akikért féltő aggódással vagyunk. Itt vannak velünk gyermekeink, unokáink, itt van velünk a hitves, hiszen mi úgy érezzük, hogy másokért is, a ránk bízott lelkekért is felelősek vagyunk. Kérünk, Urunk, add, hogy ezen a mostani Isten tiszteleten egy szó és egy állapot ismeretlen legyen számunkra, ez a hiába valóság. Ne szóljon a te ígét hiába. Add, hogy mindaz, amit most mondunk és amit hallunk, az legyen a mi lelkünkben jó magvetés, aminek 30-szor, 60-szor és 100-szor annyi áldott termése és gyümölcse fakad majd föl a mi életünkből. Add, hogy amikor halljuk az ígét, akkor ne gyarló, gyenge emberi beszédet halljunk, mert az csak a külső,
az csak a földi rész, a mi testi részünk, hanem ha tudjuk, a bennünk lévő akadályozó gondolatokkal, kétségekkel, kísértésekkel, hitetlenséggel, csőddel és csalódással fölvenni a harcot, és hagy tudjon nyitott lenni a mi szívünk egészen az igazi belső tartalomra, a te valódi útmutatásodra. Ne legyen hiába való annak az életében ez a mostani istentisztelet, aki örömben van. Gyarapítsd meg, erősítsd meg bennük ezt az állapotot. És ne legyen hiába való annak sem, aki szomorúságban, gyászban, elvállás fájdalmában, kiközösítésben, hiába valóságos, keserű munkában él és abból jött. Kérünk, Urunk, vedd el tőlünk a terheinket, hisszük, hogy Jézusért nem hiába könyörgünk, hiszen ő mondta, akármit csak kérünk az ő nevében, te azt beteljesíted rajtunk, ezzel a szent reménnyel vagyunk itt, hogy minden kimondott és kimondatlan imádságainkat is beteljesíted majd rajtunk, a mi életünk áldására. Amen. Imádkozzunk tovább, hiszen az ének, az imádság, 165-ös dicséretet kérem, hogy keressük ki és énekeljük annak az első versét. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal eljárni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hulljon térdre. Ige hirdetésemnek az alapját Lukács írása szerinti evangélium 5. fejezetéből, az első 11 versből felolvasva találjuk meg. Tehát az az ige, amire Isten szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ige hirdetésben szeretnék hivatkozni, és amire alapozom is minden mondatomat, az a következő történet, Péter halfogása. Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit nem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat is, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl ember halász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték
őt. Kedves testvéreim, köszöntöm mindenkit, azokat is, akik a televízió képernyőjén keresztül lesznek, lelkileg, ha testileg nem is, részesei ennek a mai istentiszteletnek, és lesznek velünk együtt az ige hallgatásának a közösségében. Szeretett gyülekezet! A mostani ígét, ha valaki esetlegesen nem tudná, azok számára mondom, a napi ígék, a napi lelki táplálékok a kijelölt bibliai igeszakaszok közül vettem, illetve kaptam. Ez a holnapi napi ige, de tekintettel arra, hogy ez a történet ez nagyon ismert, és sokféleképpen magyarázzák, úgy gondoltam, és úgy éreztem, hogy magam számára és mindannyiunk számára. Ennek a történetnek nagyon aktuális tanításai vannak a számunkra, hiszen ez a történet egy elhívási történet. Ezt jól jegyezzük meg, a Bibliában vannak elhívási történetek. Itt Jézus hívja el Simont, akit később majd Péterként ismerünk, elhívja az ő követésére. És azért fontos ez a számunkra, mert Jézus mindenkit el akar hívni az ő követésére. Ezt tessék nagyon komolyan venni. Jézus mindenkit hív, kivétel nélkül. Jézusnak az a szándéka, hogy mindannyian az ő követői legyünk. Ugye, hogy érdemes megfigyelni és megtanulni, hogy hogyan is történik az elhívás? Hiszen, hogyha mi a gyermekeinket tanítjuk arra, hogy a mindennapokban hogyan kell élni azokkal az eszközökkel, azokkal a lehetőségekkel, amikkel naponta találkoznak. Például, hogyan kell köszönni. Ezt megtanítjuk a gyerekeinknek, mert feltételezzük, hogy emberek között lesznek. Azt is megtanítjuk, hogy hogyan kell a cipőt befűzni, hiszen feltételezzük, hogy nem mezitláb fognak császkálni. Azt is megtanítjuk, mert ez egy mindennapos élmény, hogy hogyan kell enni, evőeszközt használni, mert ez egy mindennapos. Ezért az elhívási történet az nem egy desszert, ami időről időre majd megjelenik esetlegesen az embervilág életében, hanem ez egy mindennapos tétel. Ez egy mindennapos tapasztalat, hogy Jézus mindannyiunkat minden nap, minden helyzetben hív. Ez a Péter, aki később majd leveleket ír, azt írja: a minden kegyelem Istene elhívott titeket a Krisztusban. Tehát ő már később rájött arra, hogy az ő elhívása az csak a kezdet. Hiszen mindenkit elhív az Isten szeretete a Krisztusban az ő követésére. Tehát ezért fontos bevezetésként ennyi elég, hogy megértsük, hogy miért kell ezt az elhívási történetet újra jobban megértenünk. Négy kérdést teszek föl, és négy kérdésre igyekszem választ adni az Isten segedelmével. Az első kérdésünk, hogy Jézus honnan hív el? Pontosabban így is lehetne föltenni a kérdést, hogy Jézus mikor hív? Ugye fontos, hogy mikor érezzük, mikor halljuk, mikor fogjuk igazából tetten érni az életünkben a Jézusi hívást. Jézus honnan? Mikor hív el? Benne van a történetben. Nagyon fontos tanítás. Jézus Pétert a csődből hívja el. Honnan hívja? Mikor? Amikor csődben van. Arról olvastunk, hogy megérkezik egy nagy tömeg. Oda tódul a nagy tömeg Jézushoz, aki a Genezáret tó partján áll, és Jézus ekkor, ugye szeme sarkából nyilván már régóta figyeli őket, észrevesz két hajót. És a két hajóról azt írja az ige, hogy vesztegel. Vesztegel, tehát veszteséget termel.
A veszteglés az, amikor nem megy sehová a hajó, és ráadásul üres. Azt is látja, hogy éppen kifelé szállnak belőle a halászok. És mossák a hajót, mert az is üres. Hát ha lenne benne hal, akkor nem mosnák. Ez a csőd. Üres hajó, üres háló, fáradt élet. Csőd. Érdekes, hogy a magyar szó, az, hogy csőd, kettős eredeztetéssel bír. Az egyik azt mondja, hogy azért mondjuk ezt a szót, hogy csődben vagyunk, mert ilyenkor csőstől, tehát mintha koncentráltan egy bizonyos irányból zúldulnának ránk a problémák. A másik pedig egy latin eredet, ami abból a szóból veszi magát, hogy concurro, és a jog ezt így magyarázza, hogy azért, mert amikor valaki bajba került, akkor összefutottak a hitelezői, összecsődültek a hitelezői, és még nagyobb lett a baj. Csődben van Péter, mélyponton, amikor Jézus megszólítja. Jézus ugyanis innen hívja el Pétert. Ebből a mély, halmozottan nehéz, megoldhatatlannak látszó helyzetből, amikor összecsapnak a feje fölött a hullámok. Látjátok, milyen Jézus? Érzed ebben Jézus szeretetét? Jézus nem hívatlan, hanem az élethelyzetünk hívja be, hogy a csődünkből valami megoldást hozzon. Mostanában van egy ilyen szakmai műszó, hogy érzékenyítés. Lehet, hogy tetszettek már hallani, hallottátok. Szokták mondani, hogy a társadalmat érzékenyíteni kell a problémákra. Hát ezt Jézus nagyon régen föltalálta. Mert Jézus nagyon érzékeny a mi problémáinkra. És nem a boldogságunkat akarja elvenni, nem abból akar elhívni bennünket. Jaj, de sokan félreértik. Azt mondják, jaj, én nem akarok keresztény lenni, mert az olyan élettelen, olyan szomorú. Nyilván azért, mert néha úgy nézünk ki. Jaj, olyan örömtelen. Állandóan mellkasverés és döngetés, hogy jaj, 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 én bűnöm, én nagy bűnöm. Én nem akarom, hogy a vidámságból elhívjon engem. Egy személyes történetet hadd mondjak, amikor az Agráregyetemet ott hagytam, akkor, és elnézést, hogy magamat hozom példaként, de így van, és bementem a papírjaimért az egyetemi titkárságra, akkor azt mondta nekem a titkárnő, hogy hát maga a normális életet el akarja hagyni, mert ez a normális élet. Öröm, vidámság, buli, és maga át akar menni abba a normálatlan életbe? Már nem akar élni többet, értjük? A legtöbb ember számára a kereszténység ez. Hát nem. Jézus mindig a csődben jelenik meg. Mondd is ilyet, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Amikor tehát megjelenik az életedben Jézus, amikor megtapasztalod az ő jelenlétét, amikor elkezded hallani és érezni az ő hívogatását, akkor ne rémülj meg. Ne kezdj el mentegetőzni, ne kezdj el ellenkezni, mert ő azért jelent meg, mert te még nem tudsz róla. Bár lehet, hogy már átélted, átérzed. De elkezdtél csődbe jutni. És Jézus megjelenik azért, hogy megmenekítsen ebből. Jézus tehát az áldásunkra jelenik meg. Ezért van az, hogy ha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, akkor az apostolok cselekedeteivel kezdődően
azoknak, akik már Jézus hívásának engedtek, azt tapasztalják, hogy a szívéből az elhívás fölötti öröm és boldogság túlcsorduló megfogalmazásait fogják olvasni. Mert áldott az az élet, amit Jézus megtisztel az ő hívásával. Áldás lesz az életedben Jézus hívása. Honnan hív el? Abból, ahonnan senki rajta kívül nem tud téged kimenteni. Jaj, becsüld meg, hogy ő ilyen. Hogy mondja a zsidókhoz írt levél? Nekünk nem olyan főpapunk van, aki a mi erőtlenségünkön ne indulna meg. Simon Pétert a csődből hívja el, téged is azért keres. Nem tudom a te csődödet, nem ismerem az életedet, én a magam csődjeit bőven ismerem. És tudom, hogy mindig ott van a csődben, a csődömben ott van, és keres, hogy kimenekítsem. Aztán Jézus hogyan hív el? Ez a második kérdésünk. Erre is választ kapunk. Nagyon fontos, hogy nem kívülről adja a tanácsokat. Tehát Jézus nem egy kibic. Hadd fogalmazzam így. Nem egy cselepados bekiabáló. Ez a történetből egyértelmű. Mi történik? Látja, hogy mélyen van Simon Péter, és mit tesz Jézus? Beszáll a hajóba. Nem kívülről adja az útmutatásokat, hanem beszáll. És ez azért más, mert az embervilág egészen másképp ad tanácsot. Csak két idézet. A filozófia idézet nem tud választ adni a nagy kérdésekre, de rendkívül színvonalasan mond csődöt. Ezt egy filozófus mondta, hogy nem tudunk választ adni, de olyan színvonalasan elbeszélgetünk a dolgok fölött. A legmagasabb intellektuális teljesítmény csak fokozza a csődöt. Ezt maga a filozófia vallja be. A másik pedig egy vicc. Hogy hogyan szoktunk tanácsot adni. A rabbit megkeresi gyülekezetének egy tagja. Rabbi, baj van, mert a libáim döglenek. Erre mondja, de hát mivel eteted őket? Hát szemes kukoricával. Hát akkor etesd darával. Buta vagy, fiam. Visszamegy a hívő, és mondja, rabbi, baj van, mert tovább döglenek ám az én libáim. Igen, mert nem kukoricával, hanem zabbal kell etetni őket. Kis idő múlva visszamegy, és mondja, továbbra is bajok vannak, mert döglenek a libák. Igen, mert nem zabbal, hanem árpával kellett volna etetned. Summa-summárom egyszer megjelenik lehorgasztott fejjel, az ember is mondja, most már aztán tényleg baj van, rabbi, mert hogy az összes libám megdöglött. Az nagyon nagy baj, mert lett volna még jó néhány kiváló tanácsom. Mi így segítünk. Nem öncélú ez a viccelkedés, mert mi így szoktunk tanácsot adni. Nem így szoktuk? Kívülről. Nem lesz abból nekem semmi baj, ha tanácsot adok abban. Jézus egészen másképpen teszi. Beszáll a hajóba. Beszáll a mi életünkbe is. Jézus úgy tanácsol, hogy akármilyen vízen is jár az életet hajója. Lehet, hogy a háborúságnak, veszekedésnek, lehet, hogy a testi-lelki nyomorúságnak, a gyásznak a nyílt óceánján jár az élet hajója. Az is lehet, hogy az önsajnálat öblében rekedt. De Jézus oda is veled megy. És ott mondja el, hogy mire van szükség. Nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor imádkozik, akkor azt mondja, nehogy kivedd őket a világban, hanem tartsd meg őket a világban. Amikor az úr a kiváltságot mondja, Jézus ilyen csodálatos segítő. Ott van velünk a bajban. Szoktuk mondani, nem a bajtól, hanem a bajban. Ment és tart meg. Jézus tehát így segít. És a kérdés az, hogy
komolyan veszik-e az ő tanácsait. Mert ő tanácsol. És ez egy nagyon nagy buktató, hogy gyakran logikátlan, amiket tanácsol, és ezért nem fogadjuk meg. Nézzük csak meg ezt a logikátlanságot. Azt mondja, hogy nappal menjetek vissza, és újra vessétek ki a hálót. Vissza és újra. Csak hozzáteszi most már velem. Tehát logikátlan, amit szakmailag tökéletesen érthetetlen, amit mond itt Jézus. Azt mondja, menjél vissza, és újra ugyanazt tedd, csak vigyél magaddal engem, és figyelj arra, hogy hol állítom meg a hajót, és mikor mondom azt, hogy vesd be. Tudjátok, ebben az az üzenet, hogy Jézus a tanácsait, ha megfigyeled, ha odafigyelsz rá az ő elhívásának a következményeit, ahogyan ki akar bennünket menekíteni az életünk mélypontjaiból, akkor nagyon sokszor ellentmondás az, amit ő kér, ahhoz képest, amit a világ tanácsol. Hadd mondjak erre példát. Egy asszonynak a házassága válságba került. És azt tanácsolta neki mindenki a családból, hogy válás. A barátnői mást tanácsoltak, ők azt tanácsolták, hogy el ne válj, viszont tedd pokollá az életét. Na, az a biztos. Egyedül a lelkésze, a lelki gondozója mondta azt, hogy nem, kedves asszonytestvér, Jézussal tessék visszamenni és visszaevezni a mélyébe. Jézussal menjen vissza, és a házasságon belül imádkozzon a házasságért, imádkozzon maga és a férje életéért. És ez történt, és ez volt a legcsodálatosabb tanács. Ez hozta el ennek a házasságnak a megmaradását. Vissza és újra, csak Jézussal. Jézus tehát nem azt mondja itt Péternek, hogy figyelj csak, ezt a világ szokta mondani. Rossz a hajó. Gyenge a háló. A személyzet alkalmatlan. Egy másik tavacska jobb lenne. Ezt a világ mondja, hogy mindig más a hibás. Figyeljétek meg! Mit szoktunk mondani, mit szoktunk hallani? Szállj ki belőle! Lépjél le! Fordíts neki! Jézus azt mondja, ne! Menj vissza! Újra! Velem! Hallgass rá! Hogyan hív tehát el Jézus? Az ő csodálatos hatalmával. Hogy csodákat tesz. Ez történik. Simon Péter hajójában, új kapitányban. Mi történik? Átéri a csodát. Jézus mire hív el? Ez a harmadik. Mert az azért érdekel bennünket, hogy mire hív el. Hogyan lehet ezt megfogalmazni? Azt mondja Simon Péternek, te emberhalász leszel. Embereket fogsz halászni. Te, aki egyébként a halakra vadászol, most már emberi lelkedre fogsz. És csak úgy emlékeztetnék mindenkit, hogy az első pünkös alkalmával, amikor először prédikál Péter, átesik a tűzkerességen, akkor az első nagy háló kivetésre hány embert tér meg? Hány embert merít ki a világ ember közösségéből? 3000. Hát az azt jelenti, hogy ha én most nekiállnék és 7 ilyen prédikációt mondanék, akkor már hívni kellene a szomszéd falvakból is embereket, mert 2100 embert már meríthetnék. Hol vagyunk mi ehhez? De Jézus ember halásznak hívta, Jézus emberhalásznak hívta el Simon Pétert. Az, aki nem fogott semmit, emberhalászként viszont a legeredményesebb lesz. A hasznos életre. Az igazi életre. Arra, aminek van tartalma és eredmény. Ami nem robot és nem zombi lét. Erre hívja
hív téged, akkor az igazi életre hív. Arra, miért vagy. Mert szerintem sokszor rossz helyen vagyunk. Sokan rossz helyen vannak. Érzi is, az emberek legnagyobb problémája, és hogyha egy felmérést csinálnánk, hogy mi az igazi probléma az életeddel, tudjátok, mit válaszolnának legnagyobb számban? Nem vagyok a helyemen. Nem érzem, hogy azt csinálom, nem érzem, hogy úgy csinálom, nem érzem, hogy azokkal csinálom, akivel kellene. Nincs örömöm az életben. Mit mond Jézus? Figyelj csak, te nagy halász ember. Mennyit fogtál? Semmi. Akkor elhívlak én arra, ahol átéled ennek az örömét. Ember halászokká teszlek. Kedves testvérem, téged is arra hív Jézus, hogy az életed teljes legyen. Nem volt az véletlen, hogy én ezt a páli Filippi levélből, a páli önvallomást olvastam föl. Mit mond Pál apostol magáról? Ha van valaki, aki profi volt, karrierjében, látszólag minden rendben volt, hát olyan családból származom, olyan elő tanulmányaim vannak, olyan szépen jutok fölfelé, de mire jöttem rá? Hogy egy csőd az életem. Jézus viszont elhívott az értelmes életre. Hogy mondja? Mindent kárnak ítéltem érte. Jézus hívogatása arról szól, hogy életed legyen. Sőt, nemrégen kaptam egy levelet, meghívó. Kiveszem a meghívót, egy alkalomra hívnak, és van egy rossz szokásom, ezt onnan tudom, hogy már egy párszor megjártam, de mindig visszatérő, tehát rossz szokás, hogy én a politikokat azzal az indulattal, csak azért, hogy ne legyen útban, szét is szoktam tépni. És jártam már úgy, hogy nem volt érdemes széttépni, mert nem vettem ki mindent a politikból. Most is ez történt, kiveszem a meghívót, és mielőtt eltépném, érzem, hogy valami van az alján. Kinyitom, és egy kis kártya a legalján. Ugye ismerős a szituáció. Kiveszem a kártyát, és akkor látom, hogy ez egy külön meghívó. A nagy általános meghívón belül egy kis meghívó, egy kettős meghívás. Mert a meghívás szól az alkalomra, a kicsi kártya pedig hív az asztalhoz is. Kettős meghívás. Tudjátok, Jézus csodálatos hívása egy kettős meghívás. Egyfelől hív arra, hogy úgy éljük, hogy haszna, örömmel áldása legyen számunkra. Hogy úgy érezzük, hogy nem hiába való. De ugyanakkor ott van, amit Pál apostol is megfogalmazott, hogy az elhívásnak a vége, ha mindenben itt a földön engedek, akkor lesz egy másik meghívás. Meghívás az örök életre. Jézusnak kettős hívása van. Jézus hívása a legnagyobb és a legfontosabb dolog az életben, mert hogyha annak engedsz, akkor itt a földön és oda át is életed lesz. Az ráadásul örökké fog tartani. Hát ezért fontos, hogy Jézus elhívását, hívását komolyan vegyük, mert a negyedik kérdésem az, hogy akkor mit tegyünk? Nagyon fontos ez a negyedik kérdés, ugyanis mondhatta volna azt is Simon Péter, ne haragudj, kedves Jézus, én erre most nem élek rá. Nekem pihenni kellene, illetve a holnapi napra kellene készülni. Mondhatott volna nemet is. Van a Bibliában jó néhány példa, amikor Jézusra nemet mondanak. A legfontosabb, hogy Jézus hívásának engedni kell. Zsidókhoz írt levélben van. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mondjatok igent. De hozzá kell tenni, amit Mária mondja, amikor a kánai mennyegzőben elfogyott a bor. Azt mondja a szolgáknak, hogy akármit csak mond, tegyétek meg. Kedves testvérem, itt egy különleges eset van, mert Jézus nem csak elhív, hanem ki is hív. Egészen odáig kellett engedelmeskedni Jézusnak, hogy
aztán a nagy, csodálatos halfogás után kivonják a hajókat, szárazra teszik. Eddig csak a part közelében van. Most már ki kell vonni. Van, amit abba kell hagyni. Ha igen mondasz Jézus hívására, akkor van, amit abba kell hagyni. Jézus hívása teljes. Jézus szeretné, hogyha bizonyos dolgokat abba hagynál. Én nem tudom, miből akar ki is hívni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit automatikusan az élete fölborítására, fölrugására akar biztatni. De hogy van valami, amit abba kell hagynod, ha Jézust akarod követned biztos? Leginkább a bűnöket. Abba kell hagyni azokat a dédelgetett szokásokat, amiket tudod, hogy rosszak, de valamiért még kedves a szívnek. Abba kell hagyni azokat a vitákat, veszekedéseket, amikben olyan jól megépítetted magadat. Jézus hívásának, ha ő hív, igent kell mondanunk, akkor is, hogyha az valamiből teljes egészében ki akar hívni. Hát ezekkel a gondolatokkal csak azt tudom kívánni, hogy mindenki hallja meg Jézus hívását, mert ő ma is hív. Hallja meg, értse meg, hogy ő érte van, ne ellenkezzel, és teljes szívére és teljes lelkére mondjuk igent. Higgyük el, élet és örök élet fakad abból, ha valaki igen mond Jézusra. Jézus igen mondott ránk, rajtunk áll, vagy bukik, hogy mi mit mondunk rá. Én azért imádkozom mindazok, akik itt vannak, mindazok, akik bennünket néznek és hallgatnak. Igent mondjanak. Jézus hív, Jézus elhív, szeretne velünk itt találkozni, szeretne velünk oldalát is találkozni. Adja a minden kegyelem Istenre, hogy ne szóljon, hiába az ő igéje. Amen. Csendes együnkkel is imádkozzunk. Örökké való mennyei Atyánk, áldunk téged ezért a mostani példáért, igéért. Köszönjük, hogy megváltó Jézusunk, aki testileg nem, de lélek és ige szerint itt van velünk most is, életünk partján áll, és be akar szállni életünk hajójába, és szólni akar hozzánk, és szólt is, hiszen akárhányszor csak megjelenik mindig a te dicsőségedet, a te erődet, a te megoldásodat hirdeti. Urunk, köszönjük, hogy az életünkben, úgy ahogyan Simon Péternek az életében megtörtént a demonstráció, hogy nem csupán beszéd a te erőd és hatalmat, hanem valóság. Urunk, taníts bennünket használni életünk hálóját, használni életünk hajóját arra, hogy a megfelelő irányba haladjunk. Urunk, megváltó Jézusunk, ez a legnehezebb kimondani, hogy te szabadra mégis. Mert mi annyira okosak és bölcsek vagyunk a világ és magunk szerint, hogy nincs is igazából szükségünk arra, hogy te az életünk tanácsosa légy. Sőt, sokszor megtöbbenünk. Miért kívánhatsz olyat, amivel nem értünk egyet? Miért kívánod, hogy az ellenséggel szóba álljunk? Miért kívánod, hogy az erőnket, a kevés anyagi lehetőségeinket olyanra költsük, olyanra töltsük, amiből nincs rögtön valamilyen nyereség. Mi nem értjük ezeket. Logikátlannak tartjuk. De mégis ez a tapasztalatunk Simon Péterrel egyetemben, hogy a te szabadra, ha mégis megtesszük mindazt, amit kérsz, az életünkben túláradó áldás csodák valósulnak meg. Urunk, imádkozunk azokért, akiket te hiába hívogatsz, imádkozunk a családtagjainkért, akik talán még ellenkeznek, imádkozunk azokért, akik bár közel vannak hozzád, de más hangokat is követnek, és imádkozunk a kereszténységünkért, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy a kereszténység akkor jó, ha könnyű. Pedig ami nem könnyű, ami nem jár váltással, választással, nem jár lemondással, az nem is a te szerinted való kereszténység. Urunk, tanácsolj bennünket, adj menekülési útvonalat életünk csődjéből. Imádkozunk azokért, akik gyászban vannak itt, akiknek nehéz egyedül,
akiknek nehéz azzal, akivel együtt vannak. Imádkozunk a gyermekeinkért, utódainkért, akiknek eléggé kilátástalannak tűnik a világ, vagy éppen ellenkezőleg nagyon könnyűnek, nem kell gondolkodni, nem kell felelősséget vállalni, nem kell dolgozni, hiszen minden majd lesz. Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért, városunkért, imádkozunk Európáért, ami nem tudjuk, hogy meddig lesz a kultúra és a kereszténység bölcsője. Te tudod, ezért erősíts meg bennünket abban, hogy te munkálkodsz, és nem csak mi emberek sakkozunk és igyekszünk valamit kitalálni. Hallgass meg alázatos könyörgésünket, jövő hétre adj nekünk áldást, erőt, szeretetet, békességet, türelmet. Amen. Fölemelkedve helyeinkről, az Úr Jézustól tanult imánkat mondjuk el közösen és egyhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássuk el vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Adakozást hirdetem meg, emlékezzünk, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten, most pedig fogadjuk az igei áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérem, foglaljuk el helyünket. Alkalmakat hirdetem. Jövő héten csütörtökön 16 órától Biblióra nagy templomban, 9 órától itt a Kiskulcsosan istentisztelet, 10 órától a gimnázium tanévzáró alkalma lesz, 16 órától pedig az általános iskola tanévzáró istentisztelet, tehát lesz alkalom, lehet készülni, hívunk mindenki szeretettel. Énekkar 15-én szerdán 17 órától tart a próbáját. Persei pénzek a következőképpen alakultak, itt a nagy templomban 37 000, itt a Kiskulcsosan 6500 forint, ez 43000 forint, köszönjük. Két alkalommal kellett megállnunk, elmond szeretteink ravatala mellett, feltámadás és örök élet evangéliumát meghirdetve. Június 8-án szerdán 15 órától a déli temetőben Barta Sándor testvérünket temettük, aki életének 60. évében hunyt el. Dózsa György 48 számmal ott lakott. Míg 9-én csütörtökön délelőtt 11 órától a déli temetőben temettük Elek Sándor Imrét, aki életének 87. évében hunyt el, és a Petőfi utca 29 szám alatt lakott. Mind a két szívüknek kedves férfi embert elveszítő családtagokat, baráti, rokoni közösséget, Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk, imádkozunk érettük. Hirdetem, hogy a mai nap 16 órától kisújszálláson Varnus Xavier orgona hangversenyére kerül sor a kisújszállási református templomban, és 3500 forint a belépő. Hirdetem, hogy a nőszövetségünk, a gyülekezet nőszövetsége nyári jótékonysági vásárt hirdet 2016. július 4-től 7-ig református gyülekezeti házban ruhát, ajándéktárgyat, minden tárgyat, amire másoknak szüksége lehet, ha felajánlják, köszönettel fogadjuk. Adományokat a vásár időpontjában fogadják a helyszínen. És a szeretett szolgálat a Magyar Református 2016-ban iskolatáska és tanszergyűjtő akciót hirdet, 2016. augusztus 15-ig lehet a lelkészi hivatalban leadni azokat a tanszereket, amelyekkel főként kárpátaljai nehézsorban és nehéz élethelyzetben tanuló gyerekeket fogunk majd támogatni. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Zárásként a 295-ös éneket énekeljük, így köszönök el mindenkitől, a televízió figyelőktől is. 295. dicséretünk legyen, amit utoljára éneklünk ennek. Két vers szaka van, mindegyiket énekeljük.